Az Arany János tehetséggondozó programban tanuló 14-15 éves gimnazistákat köszöntötték ma délután a Városháza dísztermében. A Katona József Gimnázium március 27-28-a között szervezte meg idén a program hosszú múltra visszatekintő versenyét, aminek idei témája Mária Terézia és második József uralkodása a felvilágosult abszolútizmus. A diákokat szemerei Pataki Klaudia polgármester nevében professzor dr. Pekári István üdvözölte. Az alpolgármester a hírös város a rövid története mellett a verseny témájának megfelelő korabeli kecskemétet is bemutatta a tanulóknak. Ezt a versenyszervező katonagimnázium öregdiákja Kószó Ferenc idegenvezetése követte. A diákok így részletes információkat hallhattak a Városháza épületéről és a díszterem díszítéseiről, festményeiről. A Zalaegerszegről, Sárospatakról, Nyíregyházáról, Miskolcról, Kisvárdáról, Egerből, Bonyhádról vagy Debrecenből érkezett gimnazisták között sokan hátrányos helyzetűek, kevés lehetőségük van utazni még belföldön is, így a többség először jár Kecskeméten. A Városházi Köszöntő után a moziban külön termévetítés keretében nézték meg a Hadik című filmet, holnap pedig a Katona József Gimnázium dísztermében mutatják meg, mennyire felkészültek a történelem verseny témájában.